Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Levente vagyok, és ez itt a Conanic Siles. Na most visszatértem. Mint olvastátok, a csevegésen kiírtam pár dolgot, hogy mi is történt így az elmúlt hetekben. Elsősorban az, hogy az előző alaplapon meghalt. Úgy döntött, hogy na most akkor ő tovább nem akar üzemelni. Így... sajnos visszaküldtem garanciába, viszont a garanciából még tovább küldtem a gyártói garanciába, stb. Szóval elég trükkös a történet. Jelenleg úgy néz ki, hogy az alaplapom Hollandiában van, a gyártónál, és várom a fejleményeket, hogy mi is lesz vele. Addig meg úgy döntöttem, hogy akkor jó, akkor gépet fejlesztünk. Az előző Devil's Canyon processzoromat, ami a negyedik generációnak a legvége, lecseréltem a hetedik generációs Kaby Lake processzor, ez jelenleg a legújabb Intel processzor, mindaddig, amíg ki nem adják a nagyobb változatát. Na most hardware dologról egyenlőre ennyit, hogyha esetleg érdekel titeket ez a hardware dolog, akkor tudok csinálni esetleg későbbiekben egy ilyen hardware bemutatót, hogy mi az, amin van, mi az, amit használok, és hogyan használom, illetve azt, hogy miért is ez van nekem, és hogy miért használom ezt. Szóval, hardware dologról ennyit. Lássuk azt Conanic Siles-t. Na most Early Access játék, nagyon Early Access, tehát mondhatni még, hogy nagyon az alfájába, és a alfa és beta között van, ugyebár a korai megjelenésű játékoknál, illetve még a kiadás előtt vannak az alfa verziók, ezek a legalapabb, legrégebbi, legbutább, legbágosabb verziói a játéknak. Illetve van a béta, ami már jobban a célközönség igényeinek megfelel, de még akadnak benne hibák, amiket lehet javítani. Na most ez a Conanic Siles nagyon még az alfa és a béta között van, tehát nem is vagyok benne biztos, hogy teljes mértékben megkaptam már a béta jelzést. Tehát vannak benne hibák, sok hiba van, olvastam sok rossz dolgot, sok jó dolgot róla. Nem vagyok annyira jártas ezekben a survival játékokban, illetve az olyan fajta survival játékokban, mint például az ARK, illetve ez. Úgyhogy ez nekem teljes mértékben új lesz, bocsánat, hogyha bénázok. Nyugodtan írjátok, hogy na most akkor nem jól csinálom, vagy jól csinálom. Szóval nézzük, hogy mi a helyzet. Először is kiválasztjuk, hogy play online, interneten játszunk, miért is ne. PvP. Combat destroy each other buildings. Aha. Szóval itt kiválasztatjuk, hogy milyen combat módba szeretnénk játszani. Van a PvP player vs player, ugyebár engedi azt, hogy az egyik játékos a másik játékosnak meg letámadhassa. Jó, először is kidobott a játék. Ismételtem, alfa verziós játék. Újraindítjuk a játékot, nem a gépet. Na szóval ilyen problémák ütköznek az alfa verzióba, hogy na most akkor meghal. És úgy dönt, hogy akkor nem működik tovább. Úgyhogy ezért is mondtam, hogy nem csak a gép, sajnos a gépemmel is van egy-két probléma, ami nem volt betervezve a fejlesztésnél se. Szóval... vannak problémája a gépnek is. De úgy nézem, hogy a játéknak is, úgyhogy ez a kettő kombó biztos, hogy nagyon jó lesz. Szóval visszatértünk a menübe. Tehát player vs player-t elmagyaráztam nagyjából. A player vs player blitz. Kim raise to the top, increase progress, smash your enemies before server is reset. Ez a... egy kicsit gyorsabban van kifejlesztve az egész dolog, hogy ugyebár itt az ellenséget, ha 30 napod van a csúcsra jutni és megölni az ellenséget, mert utána resetelik a szervert. Player vs Environment Server, ez pedig a... játszunk Player vs Environment-et, egyelőre kipróbáljuk.
Öff, a relaxed, hardcore. Menjen mindegyik. Aha. Szóval, akkor ez egy ilyen szerveres dolog. Game server. Tehát akkor itt kiskálázott nekünk egy csomót, hát rámegyünk erre. Join. No. Szóval, akkor most gondolkozik a karakter készítésen. Ami... jó, kérdés. Női vagy férfi karakter? A sok gondolkozás. No? Egy választ várok. Ki mire szavaz? Nem vagyunk sokan, jelenleg még mindig. Illetve a másik kérdés, hogy hallotok-e normálisan? Vagy a játéktól nukul a hallás? Azt mondják, hogy férfi. Más? Senki? Hát jó. Akkor férfi karakter lesz. Bár én még mindig... Ó, jaj, gyerekek, jaj. Azt kitakarjuk onnan gyorsan. Hát igen, erről olvastam pár érdekes cikket. Mindenki nagyon szereti ezt a ízét. Mindig eszembe jut ez a South Parkban van a rész, amikor kifikázzák a trónok harcot, és akkor winner. Na mindegy. Eltértünk a tárgytól. Jó, hogy előre kiválasztottunk egy ilyen karaktert. Légiont kell választanunk neki. God who requires no worship. Na, legyen ez. Mitra, right and justice. Good for cannibals. Jók a kannibáloknak. Ez pedig a God of sacrifice. Legyen ez a no worship, nem tudom pontosan. Jó, hanggal nem foglalkozok egyelőre. Arc. Na, nézzük. A gotromba. Új, de jó. Ez nagyon jó. Haj. Úgy legyünk már ilyen shamans feelingesek. Ez szürke. Zseniális. Kozmetika. Gyerekek, ez nagyon jó. Ez zseniális. Jó. Sem zöld színű lesz. Nem érdekel. Testalkat. A utolsót azt nem fogjuk csinálni. Az nem gyerekek. Nem való. No. Konfirmáltuk a dolgot. Nagy darab drabáliák vagyunk. Nézzük, loading complete, nem baj, gyűnök, Gears Cobra. This land does not love men. Shall I cut you down? It might kill you. It might have been kinder to leave you on the cross. We will meet again.
Na jó, totál lefagytam, nem figyeltem igazából a sztorira. Úgyhogy ezért elnézést kérek. Na, megérkeztünk. Nagyon jó, itt drabál karakterünk. Ez így gyorsan feladta a játékot. Nem jutott tovább. De mi jók vagyunk. Ugrani már lehet? Van egy szép kis inventory-nk, van egy level up-unk már így most. Ugyebár itt mutatja, hogy nincs armor, nincs mérgezés. Boys. A level up az villog, mivel hogy van egy elköltetlen pontunk, amit adhatunk az erősségre, kitartásra, egészségre. Akkor ez a gyorsaság végül is. Ez stamina, ez kitartás. Mennyit tudunk viselni magunkkal, ez pedig a túlélés. Hát erőre adunk egyet. Ez az, erősek vagyunk. Itt van egy crafting menü. Tehát itt látszik, hogy bal oldalon az inventorink, középen van ugyebár maga az, hogy hogy a karakterlap végső soron, hogy mit viselünk, hol viselünk. A jobb oldalt pedig, ahogy látom, itt vannak egy ilyen kraftolási rendszer. Receptek vannak hozzá, és akkor branch meg stone kell ehhez. Tunika, meg hand, kézre való, nadrág, meg cipellő. Ehhez van plant fiber. Press E to interact. Reading. Itt vannak mások is. Mit lehet csinálni? Nem lehet csinálni vele semmit. Nem, semmit. Jó. Na, szóval. Ezt föl lehet venni? Ha! Jó, tehát akkor ez a branch, amivel tudunk csinálni ilyen stone picket. Szedjük föl. Három. És akkor... Lesz gazolunk. Gazolunk. Tatarararararam. Kigazoltunk. Juhu. Ha! Igen. Ismételten kidobott a játék. Ismételten bug report. Úgyhogy ismételten elindítjuk a játékot, és reménykedünk benne, hogy megtaláljuk ezt a szervert, mert nem tudom, hogy ez a szerverkeresési dolog mennyire fog megmaradni. Úgyhogy látjátok, hogy a játék mennyire maradva minden téren. Na most ez sajnos ilyen lesz egy ideig, amíg nem csinálják meg. Szóval play online, skip, puf, aha, de jó. Aha, és akkor... És akkor most mi van? Hát
Akkor ezt úgy nézem, hogy ez úgy működik, hogy... hogy nem tudom. Még a favorite-et se kezeli. Server setting. Aha, tehát akkor ez ilyen... Hát jó, hogy magyar szervezt keressek, de... Nem látom azt, hogy csak annyit, hogy Európa vagy Amerika. Tehát egyrészt nem tudok magyar szervert keresni. Ez az egyik. A másik az, hogy... hogy itt ez úgy néz ki, hogy elég trükkös dolog, mert hogyha az ember nem... jegyzi meg, hogy na most akkor hol volt, akkor jelenleg a játék nem fogja visszatenni abba, ahol kivéve, hogyha csinál az ember egy single player-t, és akkor más játékosok nélkül kezdi el csinálni, de az az igazság, hogy annyira nem hinném, hogy annak úgy mondván van értelme. Szóval azt mondom, hogy menjünk erre a 238-asra. Tehát official 238, én ezt föl is írom magamnak. Jó, ismételten visszatértünk. Na most nekem várjatok egy fél pillanatot, föl kell írnom valahova, hogy... Hogy? Nem. Conan #238. Jó. Szerver névbe írja be, hogy hun. Na várjatok. Megnézzük. Skip. Hun. Tessék, nincs. Várjatok, itt a history. Aha. Csak nem látok semmit. Mi van? Aha, itt van, né. Talán ez volt az, amit most elkezdtünk? Valami 230 valahanyas volt. Aha. Hát... ahogy nézem, ez volt az, amit elkezdtünk. Hát közben besötétedett. Szóval... helyen! Na most akkor biztos élvezetes lesz a lootolgatás. Jó. Oké. Okay. Szóval visszatértünk arra a szerverre, aminél tartottunk. Na most... Stone kell még a csákányhoz. Viszont tudunk csinálni egy lámpfákját. Azt nem tudunk, azt tudunk craftolni. Ó, de jó, be is craftolta magának a fákját. Ugye ki is próbáljuk. Nekem kő kell, adják követ. Hehehe.
Az lesz az. Kettő kő. Három kő. Még kő. Négy kő. Ezt nem. Nem, ez nehéz. Ott is vannak kövek. Gaz. Ezt a magyar szerver dolgot ezt kipróbálom. Következő kifagyásnál, mert amint látjátok, elég sűrű a dolog. Na most egyébként merre is kéne mennem? Vagy hova is tartok? Vagy merről jöttem? Kő? Kell a kő? Azaz, van kövem. Közben fel is vettük a... Ezt kell. Na most már... Közben szintet léptünk. Tanulhatunk receptet. Hú, de jó! Survivalist. Ez még kicsit új. Ez meg tudunk egy csomó mindent tanulni. Nekem ez kéne. Ja, lehet, hogy... Ha lehet, hogy először meg kell csinálni. És akkor utána össze tudjuk olvasztani. Az jó. Na, gyorsan fölkelt a nap. Szóval kell valami... Nézzem, ha milyen, várjál, hol van a térkép? Ó, itt a térkép. Azt oké, okay, hogy csontváros, hol a csontváros? Azt sem tudom, merre vagyok, várjál. Megyek valamerre, egyenlőre előre megyek. Egyenlőre barkácsolnom kéne olyan valamit. Három. Kő, az mindig kő, elkő. Megragasz. Shelter. Ah, van plant seedem egy csomó. Meg tudjuk csinálni ezt a tunikát. Azt még nem, meg azt se tudjuk. Ahhoz kell még cucc. Itt van egy csomó ág. Az nekünk kell. Ez az, megvan az öt ág. Tehát meg tudjuk csinálni ezt is. Hoho, de jó nekünk. Hello, sziasztok! Ez az, kész a tunika, fel is vette az emberünk, ahogy látom. Már csak gagya géne. Ez is meg lesz lassan. Ez az, van csákányom, meg van tüzem. Faza. Még mindig nem tudom megtanulni ezt a valamit. Miért nem tudom megtanulni? Level 1 available spent. Aha, értem, jó. Itt... Ott van, hogy állok egy, és akkor ebből tudok állokkolni tovább. Tehát akkor ezt elvileg tudom állokkolni. Így van, és akkor most... Megtanultam a Stone Hatchet-et, a Fiber Bedroll-t, de tuti, és a Twine. Ez a Twine. Köti? Nem tudom mi ez. Nagyon tuti. Aha, az valami kötélszerű. Ja, most már vágom, csak
Kicsit furcsa volt még ez az egész dolog. Kitartásra adunk egy pontot, pontocskát. Tuti. Most már akkor van mindenük, majdnem. Még valami nadrágszerűséget kéne. Csinálni magunknak. 16, az már jó. Nem, még mindig nem jó. 18, most már jó. Nem már jó, hanem már jó. Tehát nekem már van ilyenem. Van a drágom, akkor most már csak izét kell. Cipellőt. Jó, lootolgatunk. Itt is vannak kövek. Oké, ki van fejlesztve a cipellő is. Akkor ruhából most már jók vagyunk. Ezzel fát lehet vágni, ami hasznos, viszont nincs még fa. Nekem is közéjük. Közelben nem igazán látok fát. Szóval még mindig az az érdekessége a dolognak, hogy itt egy map, és így nem látom, hogy hol vagyok, nem látom, hogy merre kéne menni, és nem látom azt, hogy mit kéne csinálni. Értem, hogy túl kell élni. Azt merre menjek. Tehát akkor most innestől kezdve elég kiszáradósan vagyok. Valami vízszerűséget kéne találni. Ott van valami totemszerűség talán. Na, szóval a játék... Oké. Szia! Ki vagyok száradva? Ha, ki lehet... Ki lehetne lootolni, csak hát úgy néz ki, a játék nem igazán akarja azt, hogy hogy ezt úgy kilootoljam. Igen, official szerveren vagyok, legalábbis azt írja a játék. Bár most újra kell csatlakoznom, miért is ne. Úgyhogy újra csatlakozunk. Megnézzük, milyen az official szerveres dolog. Tehát, ahogy látjátok, itt az elején föl is hívja az emberek figyelmét a játék, hogy minket választott, pedig ugyebár early access-es a játék. Tehát pont ezért lehetnek benne hibák. Tehát ezen a szerveren voltunk. Persze, hogy szerver full. Nem, ezen a szerveren voltunk. 36-oson voltam, emlékszem. Amit látjátok, official szerver. Nem is nagyon láttam, hogy van-e unofficial szerver, legalábbis így hirtelen, ahogy most így át böngészte. You were killed by dust. Aha, tehát meglettem ölve a... a kellemetes. Meglettem ölve a homok által. Szóval jó. Kezdheti az ember előről az egészet. Attól függően még mindig ki vagyok száradva. És akkor ezt én hogy oldom meg? Mindjárt megdöglök megint. Jó, oké. Erről nem tudok nyilatkozni, hogy mekkora a gépigénye a dolognak, a játéknak. Én azt mondanám, hogy az Unreal Engine-nek, mivel egy Unreal Engine 4... Build a bed to save, aha, értem. Unreal Engine 4-nek igazából annyira nincs szörnyen nagy gépigénye, viszont nyilván ugyebár maga az, hogy... ez így érdekes volt. Maga az, hogy a játék...
mennyire early access-es pont emiatt, hogy korai hozzáférésű játék, így valószínűleg azt mondanám, hogy igen, azért kell hozzá egyfajta gép, hogy az ember azért el tudjon vele boldogulni. Jó, szóval kezdem érteni, elvileg, hogyha megtalálnám az előző hullámat, akkor ott meg lenne az összes többi motyom, viszont hogy így nincs meg a hullám, illetve nem tudom, hogy hol van. Így annyira kicsit trükkösebb a dolog. Tehát itt az ember azért elgondolkozhat, hogy na most akkor minek is kezd neki, megkeresi az előző hulláját, és meg kiszedi belőle azt, ami marad belőle, vagy pedig elkezdi újra az egészet. Na most a problémám az, hogy nincs kulacsom, és víz kéne. Vagy a kulacsot ugyebár az előző karakterem eltette, és nem találtam ott, ahol az előbb voltam. Egy kicsit trükkös a dolog, úgyhogy egyelőre... Ott van valami szörnyike, de engem nem ott töltek meg. Nem baj, elmegyünk arra. Közben lootolunk. Loot, loot, loot. Nem ott töltek meg. Nem. Ez így érdekes. Shelter. Jó, biztonságos hely. Az tuti. Az jó, szeretjük azért, de... Hogy hol van a hullám? A hullám hulláma? Azt nem tudom. És sejtésem sincs, szóval lootolunk tovább, illetve kezdjük előre az egész dolgot. Imádkozva abba, hogy valahol valamilyen féle fajta kulacsot találok, vagy vizet, vagy hogy nem is tudom, hogy mi lesz így. Egyáltalán a futástól jobban szárad-e ki, vagy nem szárad ki jobban? Azt se tudom. Ez az elugrás, ez nagyon megy. Ez tuti. Húszkő. Kő a kő. Na, úgyhogy, amint látjátok, mondom, nagyon most próbálkozok kitanulni a játékot. Mondom, nekem ez teljes mértékben új, mert nem volt szerencsém az ARK-t kipróbálni. Nagyon sokáig terveztem, aztán nagyon sok negatív kritikát olvastam róla, meg hibákat, meg pont emiatt, hogy még mai napig is úgy hiszem, vagy azt hiszem, nem vagyok benne teljes mértékben biztos, hogy early access-es a játék, tehát nem fejlődött annyit, hogy még mindig tovább menjen, úgyhogy ezért is nem játszottam vele. Oké, hagyjál békén. Menjél el! Mi van itt? Gods curse this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. Mm-hmm. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons. Tehát torches, itt azt mondja, hogy bár az istenek megfertőzték a homokvihart, és akkor stb. Na nézzük. 25. Oké. Kifejlesszük ezeket is. Jó, hogy legalább a szint megmarad. Tehát... ennyi segítség azért van az embernek. Aztán most már ráállunk arra, hogy megpróbáljuk elmenteni valahol valami shelter közelébe ezt az egészet, nem is tudom, rakok oda egy ágyat. És megnézzük, hogy akkor tényleg ott elmenti el, mindeddig, amíg nem találok vizet, mert ahogy látom, tényleg nagyon ez a vízre van ráállva a dolog, hogy
Nyilván nem is baj ez, hiszen you gain a level. Szintet léptem, de jó. Aha, jó, de még mindig, hát valószínűleg, hogy ez a folyó, de még mindig nem tudom, hogy én hol vagyok, valahol ott környékén, nem tudom. Hát már most le van menve a fél életem. Vagy hát a szomjúság szint, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt az egészet. Oké. Balkán 3. 2, 3. Jó. Kraftolunk egy ágyat, ez az! Kikraftoljuk azt is, meg azt is. Azt nem. Közben level up-unk van. Receptet tudok tanulni. Aha, itt most van választás lehet. Aha, sárga az, ami... Az, amit már meg tudok tanulni. Aha. Ah, Stone Sword. Hú, de jó. Tatuti! Az a baj, hogy csak egyen van. Na most akkor... itt pedig házat lehet már építeni. Itt... ez pedig campfire. Tüzet lehet, itt meg kardot. Hát elsősorban ezt kell. Aztán majd tanulunk tovább. Először is valahol láttam a shelter feliratot. Oda elmegyünk, és lerakjuk az ágyat. Illetve nem is biztos, várjatok. Fa kell hozzá. Basszus, ahhoz meg brancs kell, tehát fát kell vágni. Aha, jó. Fát meg basszus még nem is láttam a játékba. Jó, akkor ez szerintem egyelőre halott ügy. Marad a megoldás, hogy a shelterbe építünk valami kis ágyikót. Még itt láttam valami shelter feliratot. Vagy nem? Hol volt az a shelter felirat? Valahol itt volt. Itt? Nem. Jó lenne most már valami olyasmit találni. Ahol védve vagyunk, gondolom a homokvihar elől, vagy... Ha, most már nagyon kell a víz. Szóval örülnék valami shelter feliratnak. Ilyen random helyre nem biztos, hogy... Jéj, de jól néz ki. Hát szerintem most már nem tudok annyit menni ez az élet szinte, hogy akárhova is eljussak. Hát lerakjuk. Aha. Invalid build location, nem rakjuk le. Akkor jó. Hát akkor megpróbálunk A-ból B-be eljutni. Követjük a kőutat. Gondolom oda átvisz. Á, nincs semmi. De várjunk. Nem, ez az enyém. Jó. Ő idáig jutott. Szegény. Már valaki próbált építkezni. Ó! Fa. Ó. Fű. Valakinek a háza. De tuti. Nyuszi. Nem lehet megenni. Na nézzük, menj, ott a folyó van, ott folyó. Menjünk oda. Hát, ha reménykedünk benne, hogy... odaérek még. És tudok inni. Az se utolsó dolog.
Ott a folyó, Dio. Itt van egy ágy. Aha. 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 Jó, iszik. Dio! Juhu! Ő miért tudta oda lerakni? Én miért nem tudom ide lerakni? Szuper! Jó, akkor most már csak majd valami kajaszerűséget kell. Szintet léptük közbe. Vitality? Survivorra adunk egyet, kíváncsi vagyok mennyivel nő a dolog. Gajjak kellenének nekem. Tojások. Vagy valami bot arra, hogy ezt meg tudjam csinálni. Amiből még kettőt kell keresnem. Ott van. Jó. Oké. Ezt is ki tudjuk craftolni. Hol egy nyuszi? Tuti, ez az. Neki esünk a legnagyobb. Nem. Megnézzük ezt a kicsebbet. Jó. Aha, oké. Van fám, de tudti, kő is kell. Kövem is van. Craft. Kraftoljunk faházat. Underneath. Mi van? Azt nem értem. Mindegy. Ó, ne nézd. Can't touch this. Ne, nincs, de milyen izéje van már. Azt nem értem, hogy... Na mindegy, nem tudom. Passzus, már megint kő kell. Na, most már vajon meg tudom ölni ezt a... Lehet, nem volt a legjobb ötlet. Nem volt a legjobb ötlet. Lehet, hogy egy nyuszival kellett volna kezdeni. Jó, későn olvastam el. Oké, jó. Az úgy nem támadt. Mindenki rám támadt, ez szuper jó. Nyuszika, hol a nyuszika? Csak ilyen nagy szörnyikék vannak. Igen, rájöttem, hogy falat csak alapra tudok építeni. Hülye. Menj innen. Há, ezeket is meg tudom ölni. De ezek mik? Loot all.
De nincs semmije. Basszus. És már tényleg kell kaja? Oda nyuszi. Claimed. Ez már valaki azt tudja. Na, megint kidobott, oké. De ő nem adott húst. Ez a problémám, hogy nem adott húst. Hát ez így szuper, gyerekek. De nem volt semmi. Hiába. Nem adott semmi. Na nézzük. Vissza. 236-osban voltam. Na kíváncsi vagyok, hogy honnan fogom folytatni. Hát onnan fogom folytatni, hogy éhezem. De jó. Hát most már nincs is ott. Nyuszira is elég nehéz vadászni éjjel. Kurvára nem látok semmit, mivel nincs kifejleszve a hülye tűz. De ezt is izé... Hova tudnám lerakni ezt a vacak ágyat is? Hát jó, akkor fénynél megyünk. Jó. Kidob. Hát ez szuper. Nem láttam. Tehát hiába lootoltam, nem volt semmi a lootjába, és nem mutatott semmit, hogy na most akkor ott van, vagy akár, nem is tudom, ott lenne. Vagy jelét mutatná, hogy ő ott akar lenni. Szóval nem láttam. Ez így elég idegőrlő. Aha, jó. Hogy közben meghaltam, és újraélettem, miközben éhezem. Úgyhogy megint meg fogok halni, és... Behold, Bandit One, the very boundaries of civilization. Beyond the passage of our highways. By the wild places of the world, where untamed savages make endless war upon each other. You cannot pass into the endless wastes enslaved. Your bonding prevents it. Return. Follow the road. Any road. All roads lead to the city.
Minden út a városba vezet. De tuti. Úgyis mindjárt meghalok, mert még mindig éhezek, úgyhogy igazából tök mindegy, mit csinálok. A játék bugjaiból kifolyólag ez így szuper. Hiper szuper a dolog. Úgyhogy mindjárt újra meghalok. Megint újra kezdem. Akkor már jó lesz a rendszer. Elvileg. Ha nem leszek éhes. Aztán elkezdem követni az utat. Összeesve forgunk, forgunk, forgunk. Értem. Csak a játék bugos. Tehát... jelenleg hiába is ütöm, vágom. Na. Szóval... megint. Hát ez mekkora már. Itt egy csomó hulla. Hulla jó. Ennek sincs semmi. De jó. Jó, szóval akkor követjük az utat, visszaérünk arra a csodálatos szép helyre, aztán majd onnan kiindulva lootolgatunk, már mondjuk most is valamennyire elkezdtük lootolgatni. Jó, ott van szörnyike, meg őzike. Egyre furcsább helyekre rakja a játék. Húha, remélem nem támad az érrem. Ja, most látom magam, jé! Most már rajta vagyok a térképen. Ez szuper. Shelter. Tehát ez is shelter. Tehát akkor elvileg itt... mindjárt megnézem. Hogy lehet, hogy itt tudok csinálni... ágyat magamnak, mert mint hogy lerakni ágyat magamnak, erre kíváncsi vagyok, hiszen ez egy shelter, egy védett hely, úgy szólván. Aha. Spawnpont. Aha, tehát akkor itt lesz innestől kezdve a kiindulási helyünk. Ha meghalunk, ez az! Reménykedem benne. Ez már egy kicsit... te nem támasz rám, remélem. Aha, de! Rám támadsz, köszi! Menj innen! Menj innen! Én békén hagylak, te békén hagysz. Adjál már! Ahhoz képest, hogy shelter, tehát biztonsági zóna, ahhoz képest elég agresszívan reagál rá az NPC. Hát ez ekkora már. Na nézzük. A fenébe az kell meg itt brancs. Oké, reméljük, hogy nem halok meg. Nem haltam meg. De jó. 3, 4. Még kell egy darab. Nagyon dübörög ez a valami itt. Ott a nyuszi. Ó, van egy csomó nyuszi. Jó lenne megölni őket valamivel, de ahhoz még kell... egy ilyen valami... bot. Ott a bot, ott a bot. Na nézzük. Craftolunk egyet. Na, kicraftoltuk a csákányt.
Aztán... Aha. Tehát van itt valami... Valami gaz. Ella, azt meg kell ölni. Ez nagyon jó, szépen fut. Hol vagy? Gyere ide, takarodj. Ez az, szintet léptem. Bőr. Á, ott van már hús is. Á, nagyon tuti. Ó, de jó. Aha. Csontok. Na jó, hát erre rá nem jöttem volna. Köszönöm a segítséget. És már csak meg kéne találni az ágyunkat, mert azt hiszem, hogy csak úgy lehet menteni, ahogyha... Valahol én itt hagytam. Nem? Hol az ágy? Ott az ágy. Oké. Tuti, van ágyam is. Nagyon jó. Még nincs baltám. Azt most akarom majd fejleszgetni. Egyelőre most annak örülök, hogy túléltem, meg el tudtam úgymond vele menteni. Balta. Broncs kell ahhoz is, ismételten. Vajon ezzel? Ah, ezzel is tudok közé vágni fát. De jó. De broncsot persze nem találok. Ott egy másik ember. Adjál békén. Leave me alone! Milyen házakat építenek, de tuti. Adjatok már lóba. Aha, hát ez... Oké. Baltához még egy kicsit több kell. Ebből a gajból. Ott is van egy gaj. Mindjárt rám támad az a valami. Vagy nem. Valaki itt a magaslati levegőn szeret lenni. Ez itt elkezdte építeni már a cuccait. Hát jó. Mármint, hogy nem jó. Craftolunk ilyen falat. Gyere ide. Oké, mindjárt eltűnik a baltánk is, szuper. Claimed. Egy fél pillanatot kérek.
Hát jó, szuper volt. Ételmérgezésben is meg lehet halni, úgy néz ki. Kicsit sokat nyomtam a kajára. És... meghaltam. A jó hír az, hogy itt az ágynál ébredtem föl, vagy nem. És eltűnt az ágy. Hú. Szóval... Jó, föl kell fogni a dolgokat. Tehát, ha meghal az ember, akkor újraéred az ágy helyén, viszont az ágy az eltűnik. Tehát a játék egy köcsök? Hát annyira nem, kicsit, de... és várjunk, nézzük már meg, hát megint nem tudom, hogy hol mentem a vízbe bele. Hogy megmaradnak-e a hullánál az alkatrészeim. Aha, itt vannak. Nagyon jó. Oké. Oké, ez jó. Ez legalább jó. Hogy ezek megmaradnak. És akkor így azt tudom mondani, hogy kőből kéne nekem 4 darab, hogy baldát tudjak kovácsolni. Oké, itt a kő, balta. Kell csinálnom ágyat. Vizes palackot is kell csinálnom. Közben van egy level up-om is. Nem. Nem, nem. Strange Road, straight roadok egyet. Na, visszatértem. Ilyenkor van az, amikor a gépem fagy ki. Úgyhogy látjátok, sajnos nem tökéletes a dolog. Még mindig. Szóval... szóval sajnos vannak problémák. Előfordulnak. Úgyhogy... de visszatértem. Legalábbis próbálkozok. Szóval... megnézzük, hogy hol is hagytam abba, illetve hogy hol is enged tovább folytatni. Szuper! Skip! Otta! Ez az, amikor fullos a szerver. Amit az ember csinál. De szuper. Szuper, szuper, szuper. Szóval nézzünk magyar szervert, elsősorban. Conan Exile PvE szerver, van rajta egy ember. Konyaka Barbár szerver, azon már 3 van, viszont ezek mind-mind-mind kulcsosak. Tehát erre nem fogok tudni. Hun.
Amerika régió, de jó. Gondolkozik. Lehet trollkodni nagyon nyugodtan, a játék az enged a trollkodásnak, hiszen vannak problémái. Ahogy a gépemnek is, de vannak problémái a játéknak is. Na, refresh. Hallod? Ez mi? Ez mi? Miért? Ez tiszta sötét, gyerekek. Ez az, végre vissza tudok lépni, ahol elkezdtem, nagy nehezen. Ez a hősies zene annyira megindító, és annyira... nem tudom. azt a mindenit! Megvannak a cuccaim! Ez az! Szuper! Pálmafák alatt le is tudom. Nem tudom. Azt hittem le tudom rakni pálmafák alatt itt a szép hűvösre. Claim. De jó, valaki már ez a cucc. Hát akkor megyünk kijebb. Ami csak... ott menem. De... Claim... Valaki... Már ez egész plac. De jó. Még mindig nem jó. Hát már izé van, ott már az emberke is fut. Szuper. Hát a hangkártya se éppen a legtutibb. Nem éppen úgy működik, ahogy az ember elvárná. Úgyhogy... sajnos azzal is vannak problémák. Mert ez... előbb valahogy ide raktam le. Ez mindjárt megint elkezd támadni engem. Akkor megint zseniális dolog lesz. Claimed. Hát ez szuper! Itt van egy csomó bot. Can't touch this. Du. Nem. Már megint ez is claimed. Hát gyerekek, ez nagyon kemény így. Az ember egy jó szomszédot nem tud magának találni az ágy mellett. Out of stamina. De jó. Ragd már le valahova. Akárhova, csak ragd már le. Érdekes módon az előbb le tudtam rakni ide. És most nem tudom. Ez meg már claimed. Another objectum. Ez claimed. Na hát akkor megyünk arra hátha. Nem hiszem, hogy... nagyon jó, ebből kéne... annyit csinálni, amennyit tudunk. Na gyere ide!
meghaltál. Oké. Oké, megittuk a napi fejadagunkat. Ah, még a házépítés 10 perc, azzal nem lenne probléma, hogyha lenne miből építenem, meg úgy nem tudom, meg lenne a biztonságérzetem, hogy nem tudom, meg vannak a cuccaim, vagy el tudom menteni, és nem az elejéről kell kezdenem a pályát. Nem a pályát, a játékhoz. A tudás megmarad, de minden más elveszik. Mi az, hogy már ez is claimed? Ó, már... Pedig milyen oltár van itt. Ja, itt a ház. Basz. Nem egyszerű. Na nézzük, most próbáljuk meg enni valamit. Food poisoning. Aha. Méreg. De jó. Ja, hát igen, mert ki kéne sütni. Aha. Hát ez zseniális dolog. Itt a campfire. Oké. Okay. Még akkor is örül. Annak meg milyen van, öcsém. Hát nem igaz, hogy nincs olyan hely, ami nem tudom, nem szabad egy négyzetméternyi ebbe a játékba. Ez egy kicsit azért az vicc kategória. Ott is van fönt egy ház. Oké, ez jól esett. Na hát, lehet ezért kell indítani egy olyan szervert, ahol nem tudom, nem itt van, nincs senki. Vagy én nem tudom. Az... nem rossz. Egy négyzetcentiméternyi hely. De az. Hallod? Öcsém. Azt sem tudom már, hogy hol vagyok. Lehet, hogy rossz fele megyek egyébként. Pont arra kéne. Mi van ott? Hát én is 10 percig, csak én nem házat építek, én csak szaladgálok 10 percig. Nomád állattörzsek. Oké. Oké, vettük, értettük. Bazeg. Pedig jó lenne valami, nem tudom valamit építeni. Itt egy hulla. Ohohoho! Kiraboljuk. Persze, hogy kiraboljuk. Hogy ne raboljunk. Ohohoho! Kiraboltuk! Megvan mindene! Oho! Meg izéje is volt. Na, még kardja is volt az szerencsétlenek, ő se érte túl. Ez nagyon jó. Biztos sok esélyem van nekem is. Főleg, hogy jön az Icaka. De jó.
Shelter. Oké, ez jó, hogy shelter. Tüzet kéne craftolni. Az meg az kéne. Already claimed. Super. Ennek aztán van minden. Munkaasztal. Bazeg, mert megint kéne kajánom, de... Nincs kajám, amit azt mondanám, hogy meg tudnám enni úgy, hogy ne legyen bajom. Elvileg. Ja, hát ahhoz meg gyűjtegetni kéne. De miért azt vettem fel? Stone pick. De jó. Food poisoning. Hát még az, hogy a folyó mindkét oldalát begyöpösítették már ezek. Na mindjárt oda fölnézek, hát ha valakinek nem volt kedve fönt építkezni. Jó sötét a játék, így éjszaka. Already claimed. Persze, hogy valaki már most ez a föld. Még ez is. Na. És nem engedi lerakni. És nem engedi. Köszi! 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 Gain level, az jó. De miért nem engedi lerakni? Ez pedig olyan szép kis hely. Craftoljak egy másikat, hát ha bebagozódott, az az egy. Valószínűleg. Mindjárt éhen döglök. Hol vagy? Nem csak, hogy éhen döglök. Meg is döglök mindjárt. Miért nem tudom lerakni? Hát ez vicc. Na gyerekek, hát ez... Ez egy esélyt se ad arra, hogy... Nem tudom.
Az jó. De miért nem engedi lerakni? Öcsém, hát döglődő félbe vagyok. Na mi kell a Campfire-höz? Branch, 40 branch. Istenem, like a stone. Hát megnézzük, előtöltjük a... Tominak válaszolok, hogy előtöltjük a... Valószínűleg a Wildlandet, kipróbáljuk. Nyomunk egyet vele, mától előtölthető. És elvileg 23-ától 27-ig van Open Beta. Kipróbáljuk, meglátjuk milyen. Sok remény nem fűzünk hozzá. Division hibájából nem okulva. Nem hiszem, hogy annyira jó lesz. Kipróbáljuk. Nagyon jó. Ez eltört. Nekem ilyen gajak kell lennének. Ez meg wood. Nekem nem wood kell, hanem branch. Negyven branch kell hozzá, nekem van mennyim. 18! Öcsém! Akkor nerire rakunk egyet. 50 kő kell hozzá. Ezt se engedi lerakni. Miért nem engedi lerakni? Majd nem engeded! Paraj! Ugye megdöglök már megint? Mert nincs se tüzem, se mentési helyem. Az halál lesz, tudtam. Itt haltam meg. Hát ez zseniális. Hát az az ugrás, az kellett volna, kellett a végére. Oké, tehát akkor így kezdődik a sztori, hogy megint meghaltunk. És akkor valószínűleg megint... Az elejéről? Hát persze. Hát... Nyilván. Nyilván az elejéről kezdjük a játékot. Hurrá. Hol máshol kezdenénk? Lehet én vagyok egy kicsit szűk látókörű, de ez így azért elég sovány ez a felhozatal már. Mint hogy nem, hogy egyszerűen egy fikartnyi esély. Jó, persze ez a kihívás a játékban, hogy az ember izé. De az, hogy elkezd mindenki építkezni egy helyen, aztán neked esélye nincs, egy kicsit köcsökség, mondhatjuk ki. Tehát ez a... Oké. Most... Kereshetem meg esetleg megint a hullámot. Mert hogy legalább ott vannak a cuccaim, kilútolhatom, vagy valakinek a hulláját kilútolom. Shelter, de jó.
Valahol ott haltam meg. Ez van megint ilyen beszmedek. Valahol itt a hullám. Milyen jó, hogy emlékszem legalább rá. Olyan víz alatt nem lehet építeni ízét. Na. Oké. Legalább ez megvan. Haha, folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Paraszt itt beépíti a gátat, Istenem. Víz alá, víz alá. Claim, claim, nem, 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 nem. Le van ez is, le van ez is foglalózva. Hát ez elég félelmetes ez a lefoglalózásos dolog. Le tudtam rakni! Azt a marha eget! Ilyen! Jéééé! Sikerült! Hagyjál már békén! Öcsém! Azt erre rám támad! Te szívje! Hát jó. Ó, volt neki köve. Nem értem, miért kell rám támadni. Á, ennek is van köve. De jó. Te, gyere már te is, hallod? Nem vagytok... Hát ezek miért? Miért? Miért csinálnak ilyeneket? Te is nekem akarsz jönni? Nem akarsz te nekem jönni. Hallod? Most ez komoly! Gyere! Hallod? Most ez... Ez mire való? De hol vannak neki a cuccai? Na jó. Szóval... Ahogy ide is le tudtam rakni egy ágyat. Ó, ez de jó! Itt lehet, hogy tudok építkezni. Ohohoho, tudok építkezni. Ez de jó. Szét lehet verni vajon? Lehet, hogy nem a kardommal kéne szétverni. Hold el to more options. Cancel. Interact. Aha. Nem. Érdekes. Na, mindegy. Jó, jó, jó. Oké. Kell csákány, meg balta. És nekem trencs kell még mindig. Belőle egy branchet.
kivágjuk a fánkat. Ez mekkora? Túl sok elemet hordok magammal. 101%. Ha-ha-ha, de jó. Oké. Na valamit itt elkezdek én itt építeni. Az jó, van egy csomó branchem, viszont még mindig kell egy bajrakat. Hát, majd csak az ember kitanulja a játékot, vagy nem. Nem kell nekem a fa árnyék. Úgyis emeletes marhaságot fogok csinálni. Vagy nem. Van egy csomó fám. Mondjuk most már kövem nincs. Le lehet bontani, de jó. Ezt nem lehet lebontani. Ott az valami, nem tudom mi, egyelőre nem érdekel. Aha, túl sok elemet szipelek. Jó, nem tudok mozogni. Nem érdekes annyira a dolog. 40 kell, azaz, nagyon jó, nagyon tuti. Az meg 50, de jó. Drop, eldrobjunk, eldobtuk. Eldobtuk egy csomó fát. Há, egy próbát megért. Úgy látszik, az túl nagy kő. Falat. Ó, oh, mert megint ott egy hülye kutya. Ott szemben van egy kő. Annak neki szaladunk. Közben ittunk egyet. Neki szaladunk a kőnek, kellenek a kövek, és építünk oda egy kis tüzet. Out of stamina. De rendes vagy a csin. Ah, megvan a kő. Ez gyors volt. Megvan a kő. Mi van? Mi van? Kidobott a játék. Köszi. Na hát, úgyhogy trollkodás, Tomi, mehet, mert látod, vannak bajok a játékkal, tehát nem csak, hogy vannak, akadnak, és elég rendesen sok. Úgyhogy nem egyszerű a játék, kérem szépen. Úgyhogy... Meglátjuk, hogy hol éledek föl. Hát... Azért mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon béta állapotban sincs a játék, mert...
szerver jelenleg full, persze, hát ez nagyon jó. Hát ezekkel a folyamatos kidobálásokkal és random kidobálással jelenleg a PC-m sem se szabadna, hogy kidobáljon, amúgy se szabadna, de sajnos nálam mindig előfordulnak ezek az ilyen dolgok. Mindenféleképpen én is szerintem elindítom előtöltésre a Wildlandet. Valószínűleg, hogy abban is lesz egy stream. Ugyebár a Ghost Recon-nek a Wildland nevezetű TPS játékáról, ami érdekel, viszont sajnos a Division-t volt szerencsém kipróbálni. És engem annyira nem fogott meg. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire sikerült megoldani azokat a hibákat, amiket ott elvétettek, de sajnos jelenleg az open, vagy a zárt bétából kifolyólag, ami nem sikerült jól, abból kifolyólag nem hiszem, hogy sok lenne, vagy sokat javítottak volna a játékon. Na most, aki nem tudja, hogy miért is volt ez az zárt bétás dolog, aznak elmondom azt, hogy hogy a zárt bétára, akik kaptak meghívót, azok játszhattak, és rendelkeztek három meghívással, tehát három barátot meg tudtak hívni a bétára, viszont nem tudtak olyat meghívni, aki nem kapott béta meghívót. Tehát aki regisztrált és nem kapott meghívót, az automatikusan törölve lett a rendszerből, és hiába kapott egy másik meghívást, tehát nem mehetett játszani. Tehát nem engedte a rendszer, úgymond van kibanolta. Úgyhogy ez volt a hibája a dolognak, úgyhogy ezért van ez a ban dolog, aki nem érteni. És visszatértünk, azaz le van kraftolva a cuccunk. Itt van mindenünk. Ott a túloldat, mert megint ott van, ott vannak? Visszatértek azok a hülye NPC-k. Azok NPC-k, biztos vagyok benne. Öreg csontjai. Van kardom még, valamennyire jó kardom? Van. Vagy ezek nem NPC-k? És én voltam bunkó, hogy megtámadtam őket? Hát már mindegy. Mindegy, volt nekik cuccuk, elvettem tőlük. Jó bunkó vagyok. A kő. Hát az kő nekem. A kis campfire-öm. Ó, mixer meg izé. Fúha. Na várjatok. Föl sem vagyok öltözve. Úgyne. Na most már megvan minden harci öltözet, meg minden tuti. Nagyon jó. Na szóval. Tehát... Akkor nézzük, hogy rakok ide egy... Oda egy húst. Burn time. Aha, oda meg gondolom izét kell rakni. Aha. Nagyon jó. Már megint ezt a vacak brancsot kell keresnem. Van egy darabom. Fát vágunk. Mert fát vágni jó. Aha. Nekiállunk. Rancs. Oké. Okay. Good.
Nekem brancs kell még mindig. Oké, ott a brancs. Nagyon jó. Tehát akkor nézzük, hogy... You cannot move. De én mozogni akarok! Jó, nem. Miből van egy rahedli fából? Ezt nem kell nekünk most így jelenleg. Na szóval... Akkor nézzük, hogy... Hús. Meg... Hol a tűz? Ott a tűz. Nem. Nem kell a tűz. Nem? Custom by name. Milyen? Igen. Ja, hogy... Nem. Mi van? Ah, hogy ne? Hülye kutya. Na, még mindig nem értem ezt az egész dolgot. Szóval... Take all. Crafting. Már megint egy hülye kutya. Istenem! Ja, hogy én közben a... Bász meg. Bász meg. Aha, sima fa kell oda. Tehát oda rakok fát. Igen. Plusz oda rakok, nem tudom, húst. De tuti. 44 fa, az 11 percig elég. Hát ez elég. Jó, megvan már. És akkor hol van a kaja? Mert hogy most ez megy lesz éppen, de... Aha. Aha. Ott van egy grill steak. Aha, tehát akkor az most így el van. Mint a befőtt. Az ott főzi a grill steaket. De jó, tuti! Egyet el is rakunk be. Mindjárt éhen döglünk. Use. Nida! Nida! Ó, de tuti! Főjél, csak főjél. Kell kard. Ezek. Meg fa is kell, meg... Kell minden. De jó, most már úgy... Úgy lesz értelme a dolognak. Mihelyest? Nem is tudom. 50 kő. Az kő. Meg a hülye kutya. Úgy, a húsa is kell. Ó, még kell kettő. De jó. Nagyon jó. Igen, ez csak... Annak nincs baja. Az ott elégőzik. Fegyvert akartam én csinálni, igaz? Ahhoz meg izé fog kell lenni. Uff, basszos kulcs. Nekem kő is kell. A kő. Visszamegyünk oda barlangászni. Helyett csak simán
kavicsot szedni. No owner. Nincs tulajdonos. Na meghalt. De jó, ez is eltört. Mindenhez ez a hülye branch kell. De csak hülye fát találok. Mert jó a fa, csak... Köszi, köszi! Ez ott egy olyan élő lény, amiben... Áú, nem akarok belekötni. Erre meg elkezd velem kötözködni. Kövesd a tüzet, kövesd a tüzet. Ott fődögélnek a kajáim. Grill steak. Nyami, nyami. Ezek mind húsok. Ezek mehetnek főzésre. Az annyira nem érdekel. Na, szóval... Ah, hogy ez is tönkre ment. Házat kéne valahogy rendbe tenni. Legalábbis valamennyire... Úgymondván... Kibővíteni és egy, nem tudom, vagy házpofát, vagy nem tudom akármit csinálni neki. Probléma az, hogy az kő kell. A kőhöz meg... Csákány fog kelleni. Sziasztik. A játékban most először értem el, hogy 100%-ig van a hús, 100%-ig van az innivaló. Hát ez... Ez... Hát ez komoly nagyon. De ezt miért nem lehet megkopácsolni? Áh, francba. Itt is van egy csomó kő. Itt egy csomó branch. Közben jön is föl a nap. Hát nem egyszerű játék, az tuti. Nagyon rá kell jönni a csínyére, az már biztos. Rohadt kutya már megint itt van. Egy kutya.
Ott is van, ah, úgy nézem, hogy akkor minden nap szakváltozásnál fölélednek. Hála az égnek, ezek a hülye NPC-k, ezek nem. Na. Oké, kell a hús. Adjál húst. Hát mondhatni igen, No Man's Sky. Van benne ráció ebben a No Man's Sky-os dologban. Viszont egy kicsit komplettebbnek mondanám. Annyiból, hogy... hogy tényleg nagyon sokat kell farmolni, és ugyebár a craft rendszer is egy kicsit máshogy van megcsinálva, tehát ugyebár a... míg a No Man's Sky-ba csak simán be kellett raknod úgymedván a A slotba a... nem tudom, azt a... azt az anyagot, amivel levegőt veszel, vagy valami, akkor... akkor az jó, itt viszont ugyebár nyilván meg kell sütnöd, tehát... ennél azt mondanám, hogy egy kicsit... trükkösebb, meg... és tudom, hogy a No Man's Sky-ban hogy van a halál dolog. Nagyon régen játszottam meg vele, de... de az sokkal egyszerűbb, mint ez. Én legalábbis így első ránézésre azt mondom, hogy No Man's Sky könnyebb, mint ez a játék. Tehát ez... sokkal többet kell gondolkozni, hogy na most akkor mit csinálsz, hogy csinálsz, és miért csinálod azt. De nem rossz, nekem még furcsa. Tehát nekem még ez a... ez az egész rendszer, hogy ennyire intenzíven kell reagálnod a játék elemeire, hogy na most akkor... akkor muszáj ezt megcsinálod, hogy túléld. Sokkal intenzívebbnek mondanám. Főcsém. Fal. Három falat. Nézzük. Level, hup. Új recepteket tudok tanulni. Ami íjászat. Wooden box. Aha, tehát hogyha a wooden boxba pakolok, akkor gondolom azok az itemjeim elmentődnek. Az jó. Inkább azt szeretném. Azt választom. Jó sok minden kell hozzá. Hú, de jó. Lenne falam. Na és van falam, de... de szép! Nem vagyok előrébb. Oké. Put it meat. Süssé. Hát nagyon jó lenne, hogyha ezt a falat meg tudnám teljes mértékben építeni, de hát az a legnagyobb problémám, hogy ahhoz sok kő kell. A kőhöz meg jelenleg rohadt sok brancs. Ez pedig fából vessük ki, nyerjük ki. A fából nyeri ki az oxigént, ja nem a vízből.
Igen, ebbe igazat adok Dávid neked, hogy tényleg annyira túlélő, tehát survival game. Tehát tipikus survival game-ek azok ilyenek. Az krokodil üldözi, de mekkora? Nagyon jó. Nincs kövem, nincs kövem! Istenem! Vitality. Egészségre adunk egyet. Most már kő a kő. Tudj, hogy gyűjtök belőle vagy egyet. Az tönkre megy. Hogy kitaláltam? De ezeket most... Esekő... Ez mehet a 8-asba. Nagyon jó. Király. Nem lettem előrébb. Most beköveződünk. Oké. Kettő ilyet tudok craftolni. Az meg... Az jó, ez sem ennyit. Nagyon jó, level up-on van. Mennyit tudok magammal vinni? Tehát dúrunk egy őr is. Hát... Craft 5. 5-öt kikraftolunk ilyen... szélből. Jó. Másnak vízi lakása van. Mekkora már. Jó bunkók. Oké, eltörtök. Nincs ezzel baj. Na. Na. Ezeket megsüti egyáltalán? Vagy nem. Hm.
valamit. Azt megsüti, az biztos. Na mindegy. Kikapcsoltuk egyelőre. Mivel hogy vannak falaink. Juhuhu. Ez hülye. És ezt hogy lehet levenni róla? Ne várj! Ne, nem akartam. Várjál mindjárt. Egyelőre most sokkot kaptam, hogy izé. Nem baj, jó lesz az ott. Repair, látom. Ja, hogy ennyi? Semmibe nem kell ő repairelni. Nem már. Nem. Need more stone, kővel repairel. Aha, aha, jó. De ez... Ezt jó tudni. Köszönöm szépen, ez sokat segített. Dio. Na most akkor neki tudok ugrani mindennek. Na majdnem van egy házam. Már egy fél ház van. Ajajaj. Menjél innen. Ez új távlatokat nyit, hogy lehet javítani a cuccokat. De ezek a hülye kutyák? Na jó. Szóval... Ebből kettőt tudunk már craftolni. Jó. Házat szeretnék építeni, aztán lassan ennyi volt mára, mert még van dolgom, és reggel korán kell kelni. Miért is ne? Item broken. Na. A kő, az nagyon kő. Vontsuk a követ. Azt nem néztem, mivel javította. Mindegy. Hát jó, nem baj.
Na szóval, need... Ah, plant fiber, oké. Megvan. Ah, fa kell. Most már csak fa kéne. Fa kő. Kő a fa. Bontsuk a fát. Mármint hogy egyenlőre ezt lerakom ezt a két követ. Mert ha én elkezdek fát bontani, akkor tudja, hogy nem fogok tudni mozdulni se. Ha meg nem fogok tudni mozdulni, akkor meg rá kell valamit dobnom. Na szóval. 4-es. Oda. Én van megoldva kicsit, de... Jól van. Baj. Miért nem tudok ebből többet craftolni? Ja, mert nincs több kövem. Értem. Hát jó. Majd ez az ő házuk falait, vagy az enyémnek a falait. Itt ez a kérdés. Ha vannak szép házak, már rohadjanak meg mióta, meg mennyit játszhatnak vele. Egyeseknek nincs életük. Nézzük, szereztem egy csomó húst. Nem. Nem. Követ meg kéne csinálni. Na. Lesz szép, nagy, széles házam. Egyszer csak biztos. Jó, enni kell. Húse. Valamennyicskét, oké, azzal nincs baj. Kő kell, még mindig kő. Mindjárt megnézzük, hogy... Nem tudom lebontani se. Aha, viszont azt le tudom szedni. Így. Rájöttem. És meg tudom, hát nem meg tudom, hanem van annyi erő, van annyi, hogy meg tudom építeni. Á, nagyon tuti. Hát jó, kettő kell, három, négy ilyen fal kell, meg egy bejárati ajtó. És akkor annyit csinálok még most, a tetejét nem csinálom meg, úgyse tudnak beleugrani. Tehát akkor... négy ilyen kell, igaz? Úgy számoltam, 100 kő kell hozzá. Hát annyit szerintem meg tudom, össze tudok valahonnan szedni. Valahonnan, de hogy honnan, még nem tudom.
Nem egyszerű játék, el kell, hogy mondjam. Még ideig túlélés fontos, még azon nem gondolkoznék, hogy na most akkor... Mi is a játék értelme? Mint hogy az ember uralkodjon mások fölött. Hát oké, persze, túlélni nem tudom. És 100, oké. Tehát akkor ebből tudok 4-et csinálni, az kell, plusz kell egy bejárati ajtó, amihez megint csak 25 kő kell. Ha, de tudni. Aff, paraszt. Na? Jó az. Ez nem jó kő. A hülye kutya. Már megint. Nem akarok belekötni a kutyába. Miért nem találok követ? Autóztam. Hát jó. Kizártam a kutyát. Jó. Na, kell nekem a kő. Vagyis hát kéne nekem kő. Oldalazó kutya. Hát, átmegyünk akkor oda. Kibányáztam mindenki. Ott van, de ott van az a hülye izé, nagy dög. Oké. Nekem az kell. Nem akarok kettőt. Jó. Ebből kell 10. Kéne ajtót építeni. Yay! Ez már félig sáter. Ho-ho! Tuti.
ott az ágyikom, és van ágyikom. Jujj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 
videót kéne csinálni, de ahhoz meg Twine kell, a Twinehoz pedig Plan Fabric. Ja. Azt kidobjuk akkor azt a romlott húst. Ne így dobjuk már ki. Legyünk már igényesek. Mondjuk te dosz mindegy. Ott van, ott van. Drop. Aloe vera. Aha. 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 De jó. Mennyi kell hozzá? 10, nekem van 7, tehát 3. 9 kell. Vagy nem, vagy több. Ennyi, rosszul számoltam. Kraftoljál 4-et, jó. Á, regisztráltam. Vagyis hát rámentem, hogy izé, hogy... Tessék. Spawn punkt. Van ajtóm. El nem hiszem. Van ajtóm. Ho-ho-ho! Mondjuk teteje még mindig nincs. Hát az ekkora már! Hát jól van. Szerintem a csúcson kell abba hagyni. Na. Vagyis. Ez annyit tesz, hogy... Ezt megripéreltük. Megnézem, hogy igazából majd ilyen tetőszerkezet kell majd neki. És akkor már teljesen jó lesz, de hát addig csodálkozunk ebbe a csodálatos kilátásban. Szuper. Úgyhogy még egyszer regisztráltunk. Úgyhogy szerintem már ennyi volt, mert hát nyilván tető alatt, nyilván ég alatt alszok. Ennyi volt, mert még van egy kis dolgom, aztán utána meg lassan alvás. Annyira nem lassan, de van. Úgyhogy én mindenféleképpen köszönöm szépen a figyelmet. Akinek tetszett, nyomjon egy lájkot, akinek nem, egy diszlájkot. Ha tetszett ez az egész dolog, hogy játszok a Conan-nel, akkor írjátok meg. Folytatom, hogyha úgy vagytok vele, hogy tetszik. Nekem bejön, viszont nyilván szenvedős is elég sokat kell rá áldozni időbe, illetve azt, hogy sajnos ezekkel a kidobálásos dologgal számolni kell, mint látjátok. Illetve még erre a gép problémáim is néha-néha előjönnek, viszont szerintem az még megoldható. Úgyhogy én egyenlőre mára köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek jó éjszakát, aztán holnap találkozunk. Sziasztok!